Köszöntöm, hogy szervusztok! Ez itt a Partizán politika, a Partizán politikai-politikusi tóksója, A mai vendégem Géfodor Gábor, politikai gondolkodó. Mielőtt azonban bemutatnám őt, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha szeretnétek látni a teljes szerkesztetlen verzióját ennek a beszélgetésnek, akkor pedig fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül. Ennek a linkjét megtaláljátok a leírásban. Kezdünk. És akkor nagy szeretettel köszöntöm Fodor Gábort a stúdióban. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Szervusz, örülök, hogy meghívtál, és itt vagyok. Politikai elemzőként mutattalak be, vagy politikai gondolkodóként, milyen mi titulust használsz, vagy hogy írod le magadat, mit szerepel a névjegykártyádon? Hosszú idő óta nem használok névék pedig kellene, ugye egy intézménynek vagyok a vezetője, meg sok különböző van. Úgy mutatta be, hogy politikai gondolkodó, ez amikor én ezt kitaláltam, akkor ez egy geg volt, és a GFG blogot indította el. De ennek is van egy előtörténete, egy komoly előtörténete, hogy az én mesterem a PSD-n, az a Slett István volt, aki magyar politikai gondolkodás történetet tanított, kutatott, és hát hosszú évtizedes szerzetesi, tudósi munkát ölt bele ebbe a feladatba, és szerintem van ilyen, hogy politikai gondolkodás, és olyan is van, aki gondolkodik akkor a politikáról. És mivel ez nem volt egy foglalt státus, úgy gondoltam, hogy ez a megkülönböztetésnek egy fontos vonása lehet. Annál is inkább, mert nem csak külső dísz, tehát hogy mondom magamban, hogy politikai gondolkodó, hanem abban reménykedtem, hogy ahogy beszélek a politikáról, vagy amit feltételezek, hogy feltárok egy logikáját a politikai folyamatoknak, az egyben szintén egy megkülönböztető jegye annak, aki vagyok. Több? interjúdban is elmondtad azt, hogy rendkívül fiatalon veszítetted el mindkét szülődet, ha jól értettem, vagy 18 vagy 20 éves voltál. Egyszer mondtam el. Egyszer mondtad el? Uh -huh. a Bohár Dánielnél? Igen. Ez nyilván egy rendkívül tragikus pillanata lehetett az életednek. Mi az, amit erről el szabad mondani? Ha semmit, akkor azt is megértem. Ö, ugye ott is küzdködtem a Daninál ezzel a kérdéssel, mert valami ilyesmit kérdezett tőlem, hogy milyen volt a gyerekkorom. És hogy ez egy, szerintem ez egy olyan kérdés, amit egy, mondjuk egy sorozatgyilkossal kapcsolatos interjúba tesznek fel, hogy na hát akkor el a gyerekkorodról, volt-e valami olyan defektusod, ami magyarázza a következményeket. És én azért nem szeretem ezeket a kérdéseket, mert hogyha keresek egy absztrakciós szintet, ami fontos abban a kérdésben, hogy ki itt, meg miért vállal a felelősséget, akkor persze fontos, hogy milyen gyerekkorod volt, meg milyen hatások értek, de nem kizárólagos. Hogyha nem rólam lenne szó, tehát kívülről nézném magamat, akkor szimbolikusnak is lehetne tartani, hogy 18 éves korában az embernek néhány hónap különbséggel meghal az édesapja, édesanyja. Egyébként betegségben haltak meg. Akkor érettségiztem, és bizonyos értelemben úgy éreztem, hogy akkor lezárult az életemnek egy szakasza, és hát felnőtt döntéseket kellett hozni. Megpróbálod megvédeni az örökséget, fenntartani valahogy, elmész valamit dolgozni, vagy esetleg keresel más utat. És én azt a szerintem felnőtt döntést hoztam meg, hogy hát én tanulni fogok. És ennek a tanulásnak az volt az ára, hogy alapvetően, hát hogy mondjam, bizonyos értelemben el kellett kútja a családi örökséget, tehát a téglát, a házat, stb., azért, hogy meg tudjam teremteni a feltételeit annak, hogy tanulni tudjak. De ezt talán a Daninál is megindokoltam, hogy van -e erre érvem, hogy én azt gondolom, hogy egyébként az örökség az nem tégla. Hanem az örökség az az, hogy például az apámnak az a mondata, hogy többre vigyem, mint ahogy ők éltek, vagy ők vitték ezt a saját életüket. És engem ez motivált. És én azt, azt mértem fel, hogy kockázatos dolog, de hát ha lehet tudás vagy tanulás útján érvényesülni. De hogy egész egyszerűen írtózom azoktól a az elmesélésektől, aki úgy hivatkozik a gyerekkorára, hogy ilyen meg olyan szörnyűség történt fele, így meg úgy volt neki nehéz, és ez felmentést ad neki a felnőtt életben hozott döntések alól, vagy valami hiányosságát magyarázza, vagy ez, szerintem ez hülyeség, tarthatatlan. Felmentést ad maga számára. Ez az analízis inkább, tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy panaszkodik az illető, csak szeretné megérteni, hogy milyen hatások alakították, ami hatásokat a gyerekkorában nem biztos, hogy tudott tudatosítani magában, de egy későbbi reflexió által megértheti bizonyos értelemben narratívát alkotott arról, hogy ki, ki is ő. Igen, ha marcangolom magam, akkor nem fogok soha tudni felállni ebből a székből. A marszangolás az cselekvés ellenes. Nem az a kérdés, hogy elesele. Mindig elesel. Tehát nincsen tökéletes élet, nincsen tökéletes ember, el fogsz esni valamikor, valahol az életedben. Az a kérdés, mi történik utána, hogy felállsz -e. És ezt a döntést, hogy te, te felállj, ezt mások nem tudják meghozni helyetted. Hát nagyon sokan fekszenek ott azon a padlón, és egyáltalán nem beszéltünk arról, hogy miért kerülnek oda. Lehet, hogy valaki föllökte őket, lehet, hogy nincs cipőjük, és ezért megbotlottak, lehet, hogy volt valami akadály, amit nem vettek észre. Ezer oka lehet, hogy valaki egy padlóra kerül, ebben lehetnek akár közösségi, a, a, politikának a döntései, és így tovább. Tehát, hogy ez mint hogyha kimaradna az ebből, csak azt nézett, hogy van egy ember a Földön, és hogy az ő felelősség, hogy képes onnan föltápászkodni, vagy sem. Uh ugye mások, akik azt mondják, hogy milyen gyerekkori hatás érte őket, ők ezt mentségként használják, hogy hát ezért vagyok itt, ezért lettem ilyen, stb. Akkor most én is mondok egy ilyen érvet. Lehet, hogy ez a tény, hogy mondjuk nekem ilyen élethelyzetem volt 18 éves koromban, és utána meg kellett hozni döntéseket, és emellett kiállni, ez lehet, hogy engem nagyon keményített ebben a kérdésben. Hogy azt gondolom, hogy az egyéni felelősség kérdése, hogy például én is mondhattam volna, hogy Jó, lefekszem ide a földre, milyen kényelmes, sajnáljatok, itt maradok, és mondjuk elvesztegetem az életemet. Ti egy szörnyű tragédia elveszteni 18 évesen a két szülődet, de mégiscsak volt egy ház, ami valamifajta tőkét képzett arra, hogy te megtervezhessd azt, hogy mondjuk el tudj menni egyetemre, és kezdj valamit az életeddel. Nyilván nagyon sokan vannak olyan élethelyzetben, hogy szintén elvesztik rendkívül fiatalon a két szülőjüket, de nincs mögöttük egy olyan tőke, ami megalapozhatna bármifajta karrierképet, miközben egyébként simán lehetséges, hogy van bennük elköteleződés, szorgalom, tehetség, és így tovább. Ezek az emberek, és most nem az Orbán rendszerről beszélek, általában beszélek a világról, meg Magyarországról, tehát Magyarország ilyen szempontból ilyen szélsőséges antiszolidáris társadalmi rendszereket működtet, ahol a születési pozíció abszolút determinálja azt, hogy valaki végül milyen karriert futhat be. Ezt különböző kutatások igazolják, hogy rendkívül alacsony a társadalmi mobilitásnak a lehetősége, abszolút -e az osztályhelyzet alapján reprodukálódnak újra az elit pozíciók, és ez, hát tetszik, nem tetszik, az elmúlt tíz évben sajnos tovább romlott, nem javult, te ezt egy kívánatos társadalmi rendnek tartod, vagy látsz olyan aspektusait, amire azt mondod, hogy ez már a te érzésednek, vagy a te politika felfogásodnak is nem kívánatos? Hát megpróbálom szálakra bontani a kérdéseidet, okay. mert, mert sok kérdés volt benne. Ami engem illet, hogy ugye elindulhattam valahol, volt valamit átkonvertálni, valamit őkét, falakat. Ez valószínűleg azért van, mert feltehetőleg a szüleim is, bár elestek, ekkor, akkor, amikor, de felálltak. Tehát, hogy produktívak voltak, volt valami teljesítményük. Én szeretném rehabilitálni azt, hogy siker, meg a teljesítmény. Van jelentősége annak, hogy egyébként működik-e az általad számonkért szolidaritás egy társadalomban, de ez nem csak az állam kizárólagos dolga. Egyébként, ha úgy érted, hogy én nem vagyok empatikus, hogy megoldható -e ez a probléma? Tehát, hogy elérhetünk -e egy olyan társadalom küszöbéhez, amelyben ez nem lesz, vagy minimálisra szorítkozik. Én ebben szkeptikus vagyok. Uh -huh. Ugyanis nem, nem látok empirikus példát. Az empirikus példát hívhatjuk úgy is, hogy valóság. Ami nem azonos a valósággal, az nekem röviden, egyszerűsítve az utópia birodalmába tartozik, kívánatos lehet ugyan, de még nem tartunk ott. Hát akkor mondok én neked szívesen, hát mondjuk azok a ahol pontosan lehet látni, hogy a társadalmi mobilitásnak a csatornai nem szűkülnek olyan szélsőségesen, mint Magyarországon, európai szaki államai, vagy más államok, amiket lehetne mondani, ott a társadalmi szolidaritás sokkal erőteljesebb, sokkal több van, sokkal több szintre van, és emiatt egyébként egy csomó mutatóban jobban teljesítenek, produktívabbak is például ezek az államok vagy ezek a társadalmak. Igen, nekem ilyenkor mindig az a javaslatom, hogy rendben van, ebben és ebben a dimenzióban tudsz hozni példákat, de más természetű problémákat meg létrehoznak ezek a társadalmak. Egy-kettő kérlek. Hát például. Itt van a bevándorlás kérdése, ami érinti a integráció, meg mobilizáció kérdését, meg a kriminológia kérdését. Hát nézzük meg egyébként az a általad akkor példaként felhozott északi államokat, hogy mi történik ott ebben a kérdésben. Hogy érinti ez például, a, ami neked is biztos fontos, a sajtó, meg szabadság kérdését. Nézzük meg Németországot is, mi történik ott. Mi történik ott a sajtószabadság kérdésével? Ezek az a probléma. De mi történt, bocs, akkor kérdezem. Van egy limitje azoknak a problémáknak, szavaknak, amit elmondhatsz, amilyen nyelven kimondhatod, ahogy megnevezheted a problémákat. Azt mondott, hogy Magyarországon azért szabadabb a véleménynyilvánítás és a sajtószabadság joga, mert nincs, nincs PC. Egyszerűsítsük le, vagy még nem olyan erős. Hát ez, ezért vannak fokozott indulatok is. Mondok egy személyes példát. Volt ez a Tóbiás ügy. Bárjá, bocs, akkor viszont nézzük, mert erről készítünk egy videó csak jaj. azért nézzük meg, mert akkor a nézőknek felidézünk, okay. hogy miről van szó, és akkor utána kérlek, hogy fejtsd ki okay. a gondolatod erről. A kormány közeli 888.hu portál egy név nélkül közölt cikkben gyalázta a Tóbiás József MSP elnököt és családját. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció helyettese elhatárolódott a portáltól, és ezzel a frakció is egyetértett. Géfodor Gábor a portál főszerkesztője, aki egyben a századvég stratégiai igazgatója is mindössze annyit közölt, az újságírónak az a dolga, hogy újságot írjon. A kormány közeli portál szerző nélkül közölt cikkében Tóbiás József MSZP elnök feleségét válogatott obszéjelzőkkel illette. A házas életük korábbi válságát pedig úgy kommentálták, hogy idézem, nehéz úgy rendben tartani, hogy közben egy ország a nejére. A cikk idézi Keleti Györgyi korábbi botránykönyvét is, amelyben egy ellenzéki politikusról ír, aki elmondása szerint drogozott és prostituáltak szolgáltatásait is igénybe vette. A cikk végén Tóbiás József kiskorú lányáról is említést tesznek, mint írják, Isten kegyelméből édesanyja bájait, és nem apja kopasz fejét örökölte. Kérdésként teszik fel, hogy az lenne rosszabb, ha a fiatal lány apja politikai, vagy anyja pornófotós nyomdokaiba lépne. Uh sok minden mondani való van ezzel kapcsolatban, bár már ezerszer megtettem. Tehát, hogy... azt mondom, hogy mit akartál mondani az előbb, mielőtt beaktuk ezt a belgyszer. ja, a következményekről akartam beszélni. Hogy ezt a szöveget nem én írtam, de én, én voltam egy, vagyok egy közösség természetes vezetője, amit különböző erények is vezérelnek, például bajtársiasság. És bár ez egy óriási hiba is vállalhatatlan, és szerintem minden releváns szereplő helyesen tette a dolgát, tehát a Gulyás Gergelytől elkezdve a Fidesz frakción keresztül is. Tehát ez az én ízlésemmel, erény, etikámmal, stb. is teljesen ellentétes ez a dolog. De én vállaltam ezért a felelősséget. És ennek a felelősségnek, vagy a következmények számbavételének az egyik fontos vonása volt, hogy például az elte etikai eljárást indított ellenem. Nem tudták, hogy ki a cikk szerzője nem tudták, hogy mi történt, de már az etikai ö, eljárás megindításában benne foglaltatott az ítélet. Hogy ez vállalhatatlan, tűrhetetlen, egyetemen ilyen nem lehet. És én azt a döntést hoztam akkor, hogy én nem állok az etikai bizottság elé. Mert ugyan nem én vagyok a vétkes, a felelősséget vállalom, de én belemegyek ebbe a történetbe, amiben már megszületett az ítélet, akkor én a jövőre nézve hozok egy olyan döntést, hogy korlátok közé zárom magam. Mert előfordulhat a jövőben, hogy megfogalmazok olyan gondolatot, ami esetleg nem tetszik majd az egyetem aktuális vezetésének, és ezért én a közéleti gondolkodásomat gúzsba kötöm. Az egyetemnek van egy norma rendszere, de én azt gondoltam, hogy abban a kérdésben, hogy mi mondható ki, és mi nem ma az egyetemen, és mit határoz meg egy egyetem, hogy ez szerinte összefér a norma rendszerével, vagy nem. Abban a kérdésben a jobb oldal hátrányban van. De most, most itt két dolgot mosol össze. Itt van egy cikk, Igen. ami a te értékítetet szerint is vállalhatatlan. Így van. Ugye akkor a cikknek nincsen szerzője, ő nem vállalta föl azt, hogy akkor én ezt névvel arccal gondolom és vállalom, hanem bebújt a portál neve mögé, ami portálnak te vagy a főszerkesztő, tehát innentől kezdve. És én meg is és A te felelősséged. Igen, az én felelősségem. És, és te nem távolítottad el ezt az embert? Öh. Később elment ez az ember, de egy ideig. Ezért az ügyért nem szankcionáltad? Nem szankcionáltam. Akkor innentől kezdve joggal merül fel a te Igen. felelősséged, akár úgy is, hogy az oktatói szintered, az elte azt mondja, hogy ezzel ő nem tud közösséget vállalni, ha te egyébként ebben tartod a hátad, a szik szerzőjét. Van ellentét a között, amit én mondok, meg amit te? Nem, azt mondtam, hogy vállaltam a felelősséget, eljöttem az egyetemről. Ezzel egyébként egy 15 éves egyetemi. Megérte? Szerintem megérte, hogyha te olyan értékeknek Tulajdonítasz jelentőséget, meg fontosságot, mint vélemény és gondolatszabadság. És itt az itt itt zá... dehumanizáló cikkben szereplő való állítások. De, 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 de ezen túl is vagyunk? Azt mondom, hogy vállaltam a felelősséget, és hoztam egy jövőre vonatkozó Aztán, döntést. A, a szerző, akiért ilyen, ilyen áldozatot vállaltál. Még a mai napig se fogom elmondani, bár nem része a 88 közösségének ma, de bárki, aki ebben a közösségben... Van nagy ember, hogy konkrétan az oktatói karrieredet dobtad oda, érte? Nem. Egy fiatal emberről van szó. De bárki, akinek köze van, vagy volt a 88-hoz akár napokig, vagy hetekig, az az én felfogásomban hozzátartozik ehhez a közösséghez. Olá ez nem mondható el. Ő ugye egy karlendítős videót kerül ki róla egy Fidelis táborban. Őt másnap kiroktat például. Nem rúgtam ki, hanem beszéltem vele, és azt mondtam neki, hogy szerintem ez egy ostobaság, védhetetlen dolog. És hogy én azt tanácsoltam neki, hogy én a helyében meghoznám ezt a döntést, hogy elmegyek a szerkesztőségből, különösen azért, mert abban az időben volt az egyébként, amikor a, a Fidesz vagy a jobb oldal egyébként joggal kifogásolta a jobbiknak az antiszemita karakterét. Ebben az esetben egész egyszerűen én azt gondoltam, hogy a 88 nem mondhatja azt magáról, ami nem. Mi nem vagyunk nácik, meg antiszemitek. És ezért tanácsoltam azt a gellértnek, hogy én a helyébe meghoznám ezt a döntést. Azt a katonát, mert ti katonaként hivatkoztatok magatokra Igen? többször is. Tehát azt a katonát, aki arccal került bele egy ilyen helyzetbe, az ő kezét viszont a másik, aki arc nélkül, név nélkül hozott egy ilyen helyzetbe téged, amivel te se értesz egyet, a nevét, meg a titkosságát továbbra is megőrzöd, és az egyetemi karrieredet is feláldozod érte. Ez sok mindennel összefügg. Azzal is összefügg, hogy ez a Tóbiás botrány, ez ma egy mínuszos hír lenne. Úgy megváltozott egyébként a elfogadhatóság határa, meg a kimondhatóság határa, meg a politikai botrány természete, és az is van, tehát én nem akarok elbújni azzalól a felelősség elől se, hogy lehet, hogy valamikor rossz döntést hozok. Lehet, hogy rossz döntést hoztam akkor, amikor adott pillanatban, abban a politikai kontextusban a Gellertnek azt tanácsoltam, hogy én a helyébe felállnék. Lehet, hogy rossz döntést hoztam. Lehet, hogy őt is meg kellett volna védeni abban a helyzetben. Lehet, hogy így van. És lehet, hogy ö, helyes lett volna. De abban a helyzetben, az én ítélő erőm alapján ezt a döntést tudtam meghozni. Az a az megadja... leszállítódása kapcsán van megkülönböztetett felelősség a 88-nak? Szerintem nincs. Azért nincsen, mert tehát ami történik, az számomra egyébként borzalmas. Tehát ami a közéleti ügyeket érinti. Tehát a, a nyelvezet, az inger küszöbb feltolódása, meg mit tudom én, micsoda. És önmagában már a 88, 88 is reakció volt erre a helyzetre, hogy a jobb oldal nem volt jelen az online térben, ahol harapni, verekedni kellett. De nem a 888 -88 oka, vagy a 888 tevékenységének következménye, az az eldurvulás, ami egyébként jelen, jellemzi a politikai... Nem kizárólagos felelősségről beszéltem, én részfelelősségről beszéltem, ez sem jellemzi Résztvevője. A 8 -8 -8 -a. Résztvevője, és ez azért van... Bármit javított, akkor úgy kérdezem, ezeken az állapotokon a 88-88 vagy hozzájárult ezeknek az eszkalálódásához? A 88 ban voltak úgynevezett big picture beszélgetések, amikor a csatabád logikája, mint egy zárójelbe került, és Heller a Tamás át emberek leültek oda, és jót beszélgettünk egyébként elvont kérdésekről is akár. Azok között voltak egyébként jó interjúk is. Igen. Nagy fájdalom, hogy nem ez képviseli a vezérfonalat a nyolcasoknál. Hadd mondjam, mert én nem bírok ki egy hogy nyolcs, nyolcs. Hát Igen, nehéz kimondani, de hogy, hogy miért van ez? Itt van egy olyan kérdés, amiről ritkán szoktunk beszélni, vagy nevesíteni, pedig szerintem szép szó, ez az ízlés. Hogy egyébként nekem egy csomó dolog nincs az ízlésem szerint. De a politikai harc, a politikai csata, az nem csak ízlés kérdés. Ha engem kérdezel, mint Géfodor Gábort, aki itt leül ide és beszélget veled különböző kérdésekről, az én életemben, az én felfogásomban, a politika felfogásomban is az ízlés, az egy meghatározó dolog. De egyébként attól, hogy én mit tartok izlésesnek vagy mit nem, attól a politikai csata választ eszközöket. Ebben a könyvben is benne van, a kampány meghatározása, hogy Ronda dolog, stb. Ezt nem tudod függetleníteni magad. És itt elérkeztünk egy érdekes ponthoz. Hogy egy értelmiségi az arra büszke, hogy okosságversenyeket játszik egymással, meg hogy azt gondolja, hogy ő bármilyen helyzetben bármit elmondhat szabadon, meg ez a véleménye, meg van ízlése, és ezt a kirakatba is teszi. De egész egyszerűen, amint egy értelmiségi belép a politikába, vagy csúfosan megbukik, hanem nem tudja megváltoztatni az értelmiségi karakterét, vagy felveszi a politika hadállásait. És még egy dolgot akarok mondani, nagyon nehéz erről így, röviden beszélni, hogy attól, hogy mondjuk a politikai kampány csúnya dolog. Olyan dolgok vannak ott, amelyek nem ízlésesek. Az a demokrácia vele hogy meg kell mérettetniük magukat egy De politikai versenyben. Törvények, tehát ez nem szükségszerűen van így, hanem emberi döntések következményeként. Én elég kérdezem, hogy az is emberi döntés kérdése, hogy az ízlésedhez ragaszkodva folytatod -e a politikai küzdelmet, vagy arra hivatkozva, hogy hát a másik is milyen eszközöket használ, te magad is megengeded magadnak a nemtelen harcot. Nem. Itt arcot. volt ez a bejátszottátok a tóbbiás ügyet. Szerintem ez a, a vállalhatatlan bizonyítéka, és egyben az ízlés, vagy a határok megvonásának a bizonyítéka is, hogy én vállaltam ezért a felelősséget, és azt gondolom, hogy ez vállalhatatlan. De hallunk ma ilyeneket? hogy azok, akik egyébként magukat is komoly újságíróknak tartják, vagy egyébként a morálra hivatkoznak, mint politikai szereplők, gond nélkül nyúlnak azokhoz az eszközökhöz, amelyek egyébként ebbe a undorító, csihipúi világban rántják le a politika kérdéseit. Hát bocs, hogyha mondjuk, ugye a nyolcasról beszélünk, az nyilván antitézise kíván lenni a négynek, a négynek. Én nem emlékszem, hogy a négy de akkor volt valaha ilyen, hasonló tónusú cikket között volna bármilyen kormánypárti szerető. De szerintem ez nem egy tipikus példa. A tóbi más kérdést. Ízlésről beszéltünk. Igen. Nekem nagyon az ízlésem ellen van például az, amikor a te személyedet a vélt vagy valós testi adottságaidat próbálják kifigurázni. Egyetértünk abban, hogy bármifajta ilyen karakterizáció egy politikai vélemény képviselő személynek megengedhetetlen és elfogadhatatlan. Igen, így van, de hozzá... Azt enged meg, várj, akkor Igen. azt meg, nézzük meg egy pillanatra azt, hogy Miklós Gáborról milyen karikatúrát közöltetek itt ugye volt ez a, a botrány, ami kapcsán ugye Miklósnak annyi volt mindössze ugye a bűne, hogy nem kívánt felállni erre a darra, azt se tudta, hogy miről van szó. Ezt mi rajzoltuk? És ez nálatok jelent meg. Ez biztos, hogy nem mi rajzoltuk, mert nincs ilyen grafikusunk, tehát én ismerem a grafikusunk. közöltétek ezt a képet. Ja. Innentől kezdve nyilvánvalóan valamit kínáltatok te is. Be, be tudsz vágni olyan karikatúrákat, ami engem ábrázol, és ez mondjuk nem Ad, adok, kapok. Én nem értek egyet ezzel egyébként. De akkor mondok egy másik példát. De, kérdez, pár, de mondok Gábra, ez egy másik... Kérdez, fontos, mert ezt nagyon kevésszer mondjuk ki. Tehát most én szándékosan nem a saját képeimet hoztam a ti oldalatokról, ahol engem ábrázoltatok, mert ezt tegyük is félre. Itt most egy olyan újságíróról beszélünk, aki mellen egészen szélsőséges hetsz és abszolút-e vállaltan antiszemita hetsz indult el azért, mert egy darra nem volt hajlandó fölállni. Én értem, hogy a sokaknak lehet sérelmes, akik ezt egy szakrális jelentőségi dalnak minősítik, de attól még ez nem lehet indok annak, hogy egy személy a külsőleges vélt, vagy valós identitása, vagy identitási jegyei miatt ilyesfajta kampánynak legyen a céltáblája, és ez akár ellened irányul, akár mikrosigábor ellen irányul, szerintem egyként elfogadhatatlan. Egyet értek vele, ugyanakkor hagyd mondjuk egy olyan érvet, hogy ott van a másik oldal, nem rád akartam mutatni, nem a te akartam adni, akik arra hivatkoznak, hogy morál, felsőbbrendűség, liberális vélemény, szabadság, mi ilyet nem teszünk. Egyszerűsítsük le, a mi ilyet nem teszünk. Most velem kapcsolatban nem azt mondják, hogy mondjuk okos, hanem az, hogy alacsony, és ennek a metaforáit, és ez a mítikus jelzőm ebben a körben, abban a körben, amelynek egyébként az identitásának az alapját jelenti az, hogy valamiféle értelemben morálisan felsőbbrendűnek tartja magát mindattól, ami itt az elmúlt tíz évben zajlik. Ha így is tesz, igen? Mit számít ez a te döntésszabadságodat illetően? Semmit nem számít, ez a politikai harc kontextusába számít. Egyébként nem számít. Te most egy hogy igaz, igen? amit mondasz most a liberális értelmiségről. Mondjuk én olyan gyilkos, hevületű írásokra, megnyilvánulásokra egyáltalán nem emlékszem, mint ami például mondjuk a politikai jobboldalt 2010 óta jellemzi úgy, hogy nagyjából végig két harmadatok van, tehát nagyon kevés dolog feszélyezteti a politikai egységeteket, elképesztő erőforrás többségben vagytok, hihetetlen módon kinyíltak a média és a nyilvánosság terei számatokra, és ennek ellenére olyan megsemmisítő nyelvezettel vagytok képesek sokszor fogalmazni a politikai vélt vagy valós ellenfeleitekről, ami köröket ver rá az általat feltételezett liberális véleményformálókra. Figyelj, azt tudom neked ehhez mondani két dolog. Az egyik megint a személyes ízlésem. Amikor én szöveget írok... És ott... Mindig ez van, Gábor, tehát hogy van a személyes ízlésed, amiben van. ez nem fér bele, de van a politikai küzdelem, ahol egyszerűen Igen, el mert... kell dobni kapát, kaszát, jó ízlést és morált, és győzni kell. Pontosan ez a helyzet, ugyanis az a helyzet, hogy van a személyes ízlés, hogy mit teszek, egyébként nem vagyok... De a... ez egy iszonyú álláspont. Nem, hát az a... most az az álláspont, amely tényleg arra hivatkozik, az adja az identitásának az elemét, hogy ők morálisan felsőbbrendűek, meg a, a nem tudom, európéierek, meg nem tudom én micsoda, csak azért, hogy ne Orbán legyen bármi elfogadható, támogatható számukra, az szerintem egy megsemmisítő erejű politikai álláspont, és itt adunk el a lényeghez, ez a politikai ellenfél. Ez a politikai ellenfél, amely egyébként naponta állok fel, és azt mondom, hogy ennél, ennél mélyebb nincs. Most előre kell szaladnunk emiatt akkor, hogyha ezt hoztad, mert ugye te ebben a kötetetben nagyon hosszan arról érsz végig, fogom majd beszélni róla részletesen is, hogy itt egy szuverén áll előttünk, akinek lehetőségben áll a kreativitást érvényesítve, változtatnia nem csak társadalmi meggyőződéseken és berögződéseken, hanem a politikai struktúrán is, így tovább. Hogyan lehetséges azt mondani, hogy politikai helyzet van, amire reagálni kell, miközben arról szól az Orbán szabály alapvető állítása, hogy a politikai szabályokat, tehát azt, hogy mi a politikai helyzet, azt a szuverén állítja elő. Tehát, hogyha, bocsáss meg, ezek a politikai körülmények, akkor abban nektek, hogy az megváltozzon? Lehetőségetek és felelősségetek is lenne. Akkor... Uh, ha nem, akkor tagadod a főállításai Két nem. kérdésnél tartunk. Az egyikről már beszéltünk. Ez a megváltozott az a tér, amiben a politikai vélemények kifejeződnek. Szerintem ez egy csomó mindent magával hozott, a média szerepére is, de maradjunk csak a politikai véleményeknél. Egész egyszerűen magasra vitte az inger küszöbet. Ez mondjuk a peremfeltételek kérdése. És A politika természetének a kérdése, hogy hogy mi a politika. Szerintem a politika változtatás, megőrzés, remény, félelem, harag, düh, emlékezés, felejtés. Ezeket a húrokat kell pengetni. De amikor megváltozik a politika peremfeltétele, az a megafon, vagy mit tudom én mi, amiben bele kiáltod a politika szavait, akkor ezek is felerősödnek. És amikor te azt mondod, hogy miért nem használja arra mi, tehát a, nem tudom, jobb oldal, az erejét, a szuverenitását, a politikai érzékét, hogy ezt átalakítsa? Hát, szerintem ezt nem lehet. Jó. És akkor csak leragadunk annál, hogy milyen szaftos botrányok, meg videók jönnek ki egy kampányban, szerintem ez aránytévesztés. Azért aránytévesztés, és akkor itt beleütközünk egy nagyon fontos problémába. Aki demokrata ma, annak muszáj ezt lenyelnie. Mert hogy nem ismerünk jobb megoldást, mint hogy versengő demokráciákban rendszeres időközönként megütköznek politikai versenyben a rivális felek, és ezt megelőzi egy kampány, aminek az a célja, hogy meggyőzze a választópolgárokat, hogy egyik csapatra, vagy másik csapatra, vagy harmadikra adják a voksukat. De ennek nyilvánvalóan van valamilyen értékválasztás alapja. Persze, hogy van. Hát szerintem most is van. És azért is kérdezem ezt, mert, hogy, és akkor térjünk át a tudományos munkásságodra, írtál egy kötetet a polgári radikálisokról, kifejezetten Jászlóról is egyébként, Igen. és ebben nagyon izgalmas állításokat fogalmaztál meg, és egy kettőről szeretném megkérdezni a véleményedet. Például írod azt, hogy a politikusi tevékenység egyébként sem más, mint a hagyomány sugalmazásainak követése. A hagyomány pedig elsősorban nem a múlt tiszteleten, hanem a jelen és még inkább a jelenből folyó kívánatos jövő igenlése, és most szerintem a tétel mondat. A kívánatos jelen és jövő csak a hagyományok sugalmazásainak koherenciáján alapulhat. Mi a NER hagyománya szerinted? Ez egyébként Michael Oksot gondolat. Egy, egy is, hogy Oksot, igen. Itt van. konzervatívról van. van szó, és na, például, hogy idézel egy tudományos munkából, amit én egyébként egy fontos dolognak tartok, ez a doktorimnak a részét alkotta, de hogy változott az álláspontom. Hogy azt mondom, hogy a hagyományok sugalmazásainak keresése az egyik része de nem kizárólagosan. Ez rengeteg minden van még, és a hagyomány az azért kell, mert hogy meg tud mondani, hogy ki vagy te. Mi a hagyományotok? Hát szerintem a hagyomány röviden úgy lehet megfogalmazni, hogy a nemzeti érdekérvényesítésért tett lépések összessége. Mindaz a gondolat, egyébként ez, ez egy, van ennek egy gazdag hagyománya, a magyar történelem felhúzható így, hogy a szuverenitásért és nemzeti függetlenségért vívott harc. Ebből létre lehet hozni olyan elemeket, amelyekből tudsz meríteni, például bátorságot meríteni. Hogyha elfogy a lelki erődés, azt mondod, hogy de hát ha nekik sikerült, vagy ők nem hátráltak meg, akkor mi se hátrálunk meg. Ez ezért fontos a történet, és azt akartam mondani, hogy én nem vagyok posztromantikus. Tehát szerintem a történet előrefelé visz, nem hátrafelé. Ez volt a probléma itt a 98-2002-es közötti helyzettel is, hogy mármint, hogy azért volt ebből vita, mert szerintem nem visszafelé kell nézni. Tehát amikor 2010-ben átveszik egy politikai erő a kormányrudat, akkor feladata a jövővel van. És hogyha azzal szembesítik, de hát jobban csináltad 98 és 2002 között, meg bezzeg a kosút, meg bezzeg a Tisza, meg mit tudom micsoda, akkor egész egyszerűen kalodába zárod. És szerintem a politikának ki kell szabadítani a magát, éppen azért, mert a jelennel és a jövővel van dolga minden ilyen fogságból. Menjünk tovább, mert rengeteg Na. tudományos munkádra készültünk még, és szalad az idő. Te ide. olvastad a legtöbbet tőlem ezek szerint. Ez nem tudom, hogy engem minősít, vagy pedig a diákjaidat. Hát vagy engem. Vagy téged. Figyelj, kormányzás tudás volt a 2008-as című kötetednek, ami azért érdekes, mert hivatkozol egy nagyon fontos szerzőre, akiről pontosan lehet tudni, hogy nagy hatással volt az Orbán kormány forrásvidékének politikai gondolkodására, ugye Tilos Ábert. Boston Politics, és ez valamilyen módon szerintem megkívánta alapozni azokat, azt az elvi keretrendszert, amiben akkor már azért feltételezhető volt, hogy megtörténő 2010-es kormányváltás után hogyan is kellene kézbe venni az ország irányítását. Nem akar semmit megalapozni, nekem ez egy játék. Tehát ha beleolvastál, van egy tebe minden. Aldrovandi, meg mit Igen. tudom én, micsoda. Minden széles van. a forrásvidéke. Igen, széles a forrásvidéke. Igen, a forrásvidéke meg, meg a... Szóval ebben a kötetben, amiben a jó kormányzás vizsgálod. Pontosabban a rendszerváltás utáni időszak hibáit próbálod detektálni szerzőtársaddal közösen. Van egy rész, azt, hogy mi a probléma. És azt írott, hogy a politikai erők szélsőséges szembenállása, a konszenzus hiánya, valamint azt, hogy a rövid távú, haszon maximalizáló logika korlátok közé szorítja a közpolitikai racionalitást, a pártpolitikai befolyás, a legyengített állam és a valódi civil kontroll hiányának pedig egyenes következménye a járadék vadászat elburjánzása, a legyengített állam szükségszerűen együtt jár a rossz kormányzás praxisával, ugyanis konkrétan a jó kormányzás nem lehetséges erős állam nélkül. Ha ez a paradigma, akkor szerinted ehhez képest milyen paradigmát alkotott az Orbán kormány? Igen, azért furcsa játék ez, hogy régi szövegeimből idézze el, és hogy most erre valamit kellene mondanom, mert hogy hogy ugyanazt gondolom ezekről és az idevezető útról, mint a politikáról, hogy ez egy tanulási folyamat. Ez a, a, akkor nagyon élénken érdeklődött, vagy érdeklődtem egy olyan törekvés iránt, hogy mit is jelent ez a jó kormányzás, mit jelent az államra nézve, és ennek elsősorban közigazgatási irodalma van, vagy hát egy olyan irodalma, ami, ami nem biztos, hogy közel áll a politikai praxishoz. Nekem is egyébként nagyon furcsa tapasztalat volt látni azt, hogy ezek a elméletek, ezek nem, vagy korlátozottan hatnak a politikai cselekvőkre. Amiket most az előbb Hát nem csak ez, hát... A jó kormányzás ismérvei? Hát, hát, tehát, hogy a politika az ebben az értelemben is autonóm, hogy megvannak a maga szabályai, döntései, logikája, és ez nagyon távol van egyébként az elméletalkotástól. Utána tehát lekövetve a tapasztalatairól valamit mondva lehet elméleteket alkotni. Ezt nem zárom ki. De azt én kizárnám egyébként, hogy a, hogy ezeknek a könyveknek és nagyon okos embereknek is komoly szerepe lenne abban, hogy egy igazi húsvérpolitikus milyen irányba induljon el. Ezt értem. Engem csak azért érdekel ez, amit most felolvastam, Igen. mert a Sábert könyv is, meg amit te abból kibontasz, az számomra azt írja le, hogy a politika, mint egy dinamikus minőség, hogyan működteti a hatalom logikáját. Mik azok az elvek? Mi az az elmélet, ami emögött van? Mert ez igazából egy hatalomtechnikai leírás, a hatalom működésének a leírása, de nem az az elmélet, hogy hogyan keletkezik, mire használja a hatalmát, és így tovább. És ez érdekel, hogy ebben a tekintetben szerinted mit hozott az Orbán kormány 2010 után? Szerintem rengeteg mindent hozott. Nem, nem nagy elvekre kell gondolni, hanem olyan elvekre egyébként, amelyeket magától értetődőnek gondolnánk az életünkben. Mondok egy, Konkrét példát azt hiszem 2011 Strasbourgban, amikor átveszik az, az elnökséget. És ott mond elveket. Például nincs jogunk eladósítani a következő nemzedéket. És maga az Orbán szabály gondolata is ebből fakad, hogy ezek tudod ilyen ö, hüvelykúj szabályok, vagy ilyen elvek, amelyek nem nagy elvek, hanem téged motiválnak arra, hogy mondjuk egy szituatív helyzetben milyen döntéseket hozz. Én például komolyan veszem azt, és szerintem Orbánra ez igaz, egy erős politikai vezetőről van szó, hogy az erős politikai vezető az is ismerszik meg, hogy éppen a fordítottja a logika, hogy mindig tud mondani legalább néhány olyan dolgot, amit biztosan nem tesz meg, még ha megtenne is, megtehetne is. De megvannak a korlátai is. Idéztet Sábertet, ha kiragadnánk a kontextusból, azt mondod, hatalomtechnika, meg hogy egy autokrata a hatalomgyakorlásnak a lényege, de hát Sábert arról beszél, hogy ennek vannak korlátai, például az alkotmányos kormányzat keretei. És ahogy én tanulmányoztam az, az Orbán... Ez nem áll fenn. De szerintem fennáll. Hát, hogyha probléma volt az alkotmánybírósággal, akkor bele lehet írva az alkotmányba. Hát Alaptörű, de, a tehát, hogy Mondják itt rá különböző jelzőket, meg diktátor, meg önkény, meg Nem stb. mondtam semmi ilyesmit, én azt mondtam, hogy a, de nem, konkrétan az alkotmányos keretek nem korlátozzák Orbán Viktor hatalmát. Nem. Miért nem önkény, amit csinál az Orbán, vagy miért korlátoz az alkotmány? Azért, mert mindig a létező törvények alapján dönt. Ez vagy így igaz? Hát, Csak a törvényeket ő hát, maga konstruálja. Hát, na, na, na jó, 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 de álljunk meg egy pillanatra. Megállhatunk. Itt van ugye a kétharmad problémája, és a szemrehányás, hogy mérél vissza a kétharmadat, de a kétharmad erőforrás. Arra való, hogy éljen vele, hogy hozzon törvényt, akkor lenne önkéntes. Senki nem Hát akkor, ezt én, bocs, sokan meg, én ezt most nem kérdezem hát. meg, csak azt mondom, amikor azt mondod, hogy a törvények szabnak gátat, ez nem igaz, mert hogy a törvényeket a kettő harmad birtokában hát hogy... bármikor megváltoztathatja, tehát akkor el lehet ismerni azt, hogy nincsen de, alkotmányos nem, gátja nem. az ő hatalom gyakorlásának. Az a helyzet, hogy az a az a dolog biztos nem már fenn Orbánnal szemben, hogy autokrata, vagy diktátor, vagy önkényuralom kivitelezője, vagy törvényes kereteken belül cselekszik, vagy törvényeket hoz. De azért, mert erőforrása van rá, a választóktól kapta. Aki, bocs, egy alkotmányos demokrácia, az alkotmány az bizonyos értelemben egy olyan entitásként van kezelve, amely fölött áll azoknak a politikai hatalmi tényezőknek, amit mondjuk a kormányzat tud gyakorolni. Igen, csak hogy mi történt? Ez Magyarországon nincs. Ha érdekében áll, akkor megváltoztatja, a megteheti megváltoztatja, nem. és egyébként meg ilyen szempontból az egyetlen, az egyedüli, az egyedüli korlátozott tényező az az, hogy Orbán Viktor személyesen mi az, amit helyesnek tart, és mi az, amit helytelennek. Nem, azért nem értek egyet, és ez vezet akár a tudomány, meg a politika közötti híd átvezetéséhez is, hogy aki ma demokrata, annak komolyan kell venni az embereket. És az, hogy az emberektől származik a felhatalmazás, és ez a politikában az erő az Kárhoz egyébként lehet morális, ízlésbeli, politikai, egyéb kifogásod azzal a kapcsolatban, hogy ezek mit tettek a felhatalmazással, de magát a konstrukciót, amit egyébként megpróbálnak megdönteni, mármint hogy kiásni alul az érvelést, hogy ez egy demokratikus politikai konstrukció, azt nem tudod kétségbe vonni. És szerintem ez egy nagyon fontos pont. És ezért téved... az meg, Akkor azt kérdezek valamit. Tehát te azt mondod, hogy a felhatalmazás innentől kezdve legitimál minden politikai döntést hiszen 2010-ben valóban volt egy kettőharmados alkotmányozott többségre. 14-ben, meg, 14 meg 18-ban is. Jó. Ö, ott már azok a szabályok voltak, amiket a maga a kormány hozott, tehát ilyen szempontból érted, én is tudok itt olyan szabályokat hozni a stúdióban, amiben csak pislognál, hiszen hatalmamban áll, nem hozza ki a helyzetbe. De nem hatalmaztalak felre. Nem indult el, el a politikai versenyben, nem mérettetted meg magad például velem aki ki tudja, lehet, hogy sárvosabb vagyok, mint te. Isten most tudja. Lehet, sőt, aláírom most azonnal. Én csak azt akarom mondani, hogy te azt írod a kötetedben, amikor az Orbán szabály a címe, hogy Orbán Viktor legfontosabb erényének egyik, hogy képes legyőzni saját magát is. Szerinted miben korlátozta magát Orbán Viktor 2010 után? Hát figyelj, szerintem ez a játék, amit demokratikus politikának hívnak. Ennek vannak erényei, és vannak árnyoldala is. Például az egy nem csak erény, hanem az egy árnyoldal is, hogy lehet, hogy van felfogásod a jó életről, a helyes politikai berendezkedésről, olyan konkrét esetleges kormányzati döntésekről, amelyekkel átszabnád egyébként az országot, de nem tehetsz meg mindent. Például a vasárnapi boldzáról emlékeim szerint, amikor visszavonták a vasárnapi boldzára vonatkozó döntésüket, ez egyébként elhangzott érvként is, hogy szerintük ez helyes lenne de az emberek mást akarnak. Itt van egy nagyon komoly korlátozó tényező. Szerintem az emberekkel szembe ideig, óráig lehet csak menni. És például az, hogy ezt a Fidesz megértette. Ez egy politikai teljesítmény. És ez nem csak azt jelenti, mert ez is egy érdekes kérdés magán a politikatudományon belül is, hogy ki a aktív résztvevő. Tehát, hogy te formálod a választók preferenciáját, vagy engedelmeskedsz a választók preferenciájának. Szerintem ez nem egy eldöntött kérdés. Itt van egy ide-oda mozgás. Szerintem például Orbánnak abban van óriási hitele, hogy amit mond, és aki az azonos. Van egy lényeg azonosság. És ez az egész, szerintem nem tudsz más karakter lenni, mint ami vagy a politikában. És ezért működik szerintem ez az egész Orbán történet, és ezért jönnek belőle ezek a döntések, és ezért lehet ezt a művészetet jól csinálni, ahogy az emberek és a politikai döntések között ez a hinta folyamat működjön. Csak hogy pontosan milyen döntések születnek itt? Például az elosztási kérdések kapcsán 2009-ben még azt írtad, hogy módosítani kell a köztervisei szerkezetét, mégpedig úgy, hogy az a jövedelem a tulajdon és a fogyasztás dimenziójában megkülönböztetés nélkül progresszív jelleggel jusson érvényre. Mm -hmm. Tehát ez azt jelentette a te megfogalmazásod szerint, hogy például mondjuk progresszív adórendszerre lenne szükség, a személyévedelemadó az flat tax, tehát egy kulcsos adó van, és akkor mondhatnám még a továbbiakat is. Tehát ezek az elvek, amiket a jó kormányzáshoz társítottál, a hatalom megvan hozzá kormányzati oldalon, de nem így cselekszik. Igen, mert hogy vannak olyan értékek, vagy társadalom filozófia, amit a kormány magáénak van. Például a flat tax maradunk, szerintem a flat igaza van. Kormányzatnak? Igen. Igaza van. Miért ezzel ez ellentétes módon kilencben? Hát ne, egyfelől nem volt még létező gyakorlat, másfelől ezeket az irodalmakat tanulmányoztam, és azt gondoltam egyébként az irodalmak tanulmányozása alapján, hogy és ne felejtkezzünk el erről, hogy ez nyugati és amerikai irodalom, hogy ez egy érdekes gondolat. De az, hogy én erről írok, majd a kormány más csinált, között nincsen semmiféle összefüggés, sőt, szerintem igazuk van. változott a véleményed, azt mondod? Persze, abszolút változott. És ez, még hozzá egy szociológiai okot is, nem beszéltünk még a mesterekről. Ami nagyon fontos kérdés szerintem a tudásban, meg a politikában is, meg mindabban, amiről beszéltünk. Például akkor, amikor ez, ezt írtam, akkor a elnök és Fistvánnak hívták, akinek volt egy közpolitikai érdeklődése. És én egy közpolitikai érdeklődésbe is belefolytam. De igazából, hogy mondjam, ez, ez olyan, nekem ez az egész életút, mint egy hosszú tanulási folyamat, ahol vannak mesterek. Én lehet, hogy én ott maradok a földön, vagy nem ülünk most itt, hogyha mondjuk nekem az egyetemen még Miskolci Egyetemen, a Lánc András vagy a Slett István nem segít abban az értelemben, hogy arra biztatnak, hogy jöjjek fel Budapestre, vágjak bele doktori tanulmányokba, és itt tovább, és így tovább. Nem lesznek a bentoraim. Lánc András a filozófia, Slett István a tapasztalat mesterei. Ugyanígy sok mindent tanultam Stumpf István mellett is, meg sok mindent tanultam a politikában is, és ezek olyan Ugye viccesen azzal indítottam, hogy ilyen személyes kérdéseket akkor szoktak feltenni, hogyha sorozatgyilkossal készül interjú. Hogy hát a tanítványnak az a dolga, hogy megölje a mestert. Tehát, hogy engem most egy folyamatosan egy koherencia tesztel szembesíteni, hogy 2008-ban vagy 9 ben azt gondoltam, és eközben nem azt csinálták akkor meg. Mi? De mi akkor Gábrok dobjam ki? Hát szerintem nyugodtan. Ugye arról beszéltünk, Gávra, hogy... Gábor, ez a te tudományos munkásságod. Ki lehet dobni. Akkor vannak más kérdéseim is. Oké. Okay. Mit kezdik az Orbán szabály, bocs, azt is? Az nem tudományos. Az nem tudományos munkás? Nem tudományos. Ha nem? Hát te minek olvastad, ha... Hát nem tudom, ezt megmerjem mondani. a beszélgetés vége előtt. Hát nehezen tudtam eldönteni. Nyugodtan. Mert őszinte leszek, ha ezt egy ellenzéki szerző tollából láttam, akkor paródia kötetnek meglátom. Igen. A te tollatból meg számomra értelmezhetetlen. Rengeteg kérdésem van hozzá kapcsolódóan. Örülök neki, hogy a kérdéseket vet fel. Ennyi? Hát Érdezked felvető irodalmi mű? Nem. Nem. Szerintem ez egy agyafúrt módon megírt könyv, ami abból indul ki, hogy ezek az emberek, ezek a srácok, ezek komolyan gondolják. És nem csak abból áll a politika, amivel szembesítik őket, hogy a piszkos zsebeik megtömése, meg stb. stb. stb., hanem akarnak valamit ezzel az országgal. És ráadásul én magamat is ebben az irányban elkötelezettnek tartom. Tehát ugye nem vagyok politikus, de annak a Orbán csapatnak a tagjának tartom magam, amit egy olyan közösségként képzelek el, aminek egy zászlója van. És fontos, bocsánat, csak fontos, hogy egy zászlója van. És az a zászló, ez piros-fehér-zöld. Nem azt mondom ezzel, hogy másokat nem motivál ez a lobogó, de vannak mások, akiknek több zászlójuk van, vagy nem ez a zászlójuk. Itt ez az egy zászló van, és ez leng a legmagasabban. És szerintem ez egy olyan pozíció, ami megértésre érdemes, és ehhez rendelődnek olyan politikai döntések. Szerintem egy olyan politikai teljesítmény, ami szerintem amennyire lehetséges a szavak eszközével leírható, értelmezhető, és természetesen vitatható is. Mi a különbség ennek a könyvnek az érvényessége? és a teljes tudományos munkásságot érvénytelensége között. Tehát, hogy ezt most írtad, ja. ezeket meg 10-12 évvel ezelőtt, ennyi a különbség? Nem az, hogy most és akkor, hanem az a probléma, hogy szerintem a tudomány nem vezet el a politikához. A, amit a, ezek a századvéges kötetek, ezek szemetek. Mondtam a kormányzás tudásról, hogy az játék. Az egy filozófiai játék. Ja, amit a századvég publikált, azt azért ne dobjuk el. Nem, eldobhatod. Tehát, hogy egyébként se el. dobnám, mert te mondtad, hogy dobjam el. Hát, hogy mondjam neked? Ezek olyan, hogy, hogy sokat tanultam belőlük, de nem ragaszkodom hozzájuk. Azt látom, hogy nem ragaszkodsz hozzájuk. Azért, mert... A gondolati kontinuitás. sem. Valamit szeretnék megértetni. Ugye én akadémiai intézetben is dolgoztam. Úgy éreztem ott fiatalon, hogy megöregszem. Mert úgy éreztem, hogy az a munkamenet, az a tempó, az a valami, az a... nem tudom... Inspirációhiány, meg nem tudom, az, az engem elkényelmesít, megöregít, megvénít. És a politika, még ha ilyen távolból is, tehát nem vagyok politikai szereplő, nem vagyok politikus, de az, amit a politikai tudásról megtanultam, az egészen más dimenziókat nyitott ki előttem arra vonatkozóan, hogy mi érvényes és mi nem. A tudomány dolgai azok a tudomány nyelvjátékainak kell, hogy megfeleljenek és nem biztos, hogy érvényeset mondanak a politikáról. Ez a könyv, ha megérvénytelen lesz később, akkor annak az a, az a magyarázata, hogy, hogy a politikát hogy lehet tetten érni. Tehát hogy lehet befoglalni egy könyvbe, hogy lehet ezt egy szintén lefordítani, tehát, vagy átvinni egy másik nyelvre, nyilván töredékes lesz, és fogyatékos, és hiányérzete van az embernek, annak, aki csinálja ezt az egészet. Mert ez is egy végül is egy, egy ilyen nagyon furcsa kísérlet, hogy hát természet idegen. Az a kötet című az Orbán szabály, tehát ebből az olvasó megalapozottan feltételezheti azt, hogy azt fogja megismerni, hogy mi az Orbán szabály. És én olvasva a kötetet, én azt látom, hogy az állításod annyi, hogy az Orbán szabály az, hogy Orbán a szabály. Hmm, korlátokkal egyetértek vele. Azért, mert hogy én tehát én mondjuk Plutarkoszon nőttem fel. Tehát az azt jelenti, a politikai eszmélésem, az azt jelenti, hogy a politikát azt a, az a kivételes képességű politikai egyéniségek formálják. És van itt egy, szerintem egy olyan politikai teljesítmény, ami figyelemre méltó, és ami jellemzés kíván. És ez igen, ilyen értemben Orbán a szabály, hogy, hogy maga formálja a politikai tudásnak azokat az elemeit, amelyeket ki lehet hámozni, fel lehet tárni, le lehet írni. Nézzük meg ilyen konkrét állításodat. Beszélsz a konzultációról, a nemzeti konzultáció Igen. kérdéséről, és úgy írsz róla, hogy a konzultáció az egyetértési pontok keresése révén a közügyeket elviszi az emberek hétköznapi életébe, problémákat ültet el az emberek fejében, hogy gondolkodjanak róla. Ezzel igazából nem cáfolod azt az általános vélekedést ellenzéki oldalon, hogy a nemzeti konzultáció nem vélemény agregálás, hanem vélemény indukálás. Tehát, hogy nem fölhajtja a különböző véleményeket és megpróbálja azokat becsatornázni, hanem egy kormányzati véleményhez próbál legitimitást szerezni. Itt az a, ahhoz a kérdéshez érkezünk el, amit az előbb feszegettünk, hogy ki az aktív fél, honnét indul el a történet. Ki tudja tematizálni, megfogalmazni a politika kérdéseit. Ugye konzultál a kormány, ezzel valahogy bevonja az állampolgárokat abba a folyamatba, hogy a minket érintő fontos döntések vagy kérdések tekintetében végül is mi van, mi van az emberek fejébe? És szerintem az nem baj, hogyha ebben a kérdésben a kormány a kezdeményező kész. Tehát ő mondja meg, hogy itt van neked mondjuk 12 kérdés. De a kezdeményező hogyan fakad az, hogy meg is szabja azt? Mit? Hogy mik lehetnek a lehetséges válaszok köre, hogy mik lehetnek egyetlen a kérdések, amelyek. Most én előttem az jelenti, összes nemzetes A nemzetés... intézményt váltotta ki ezzel gyakorlatilag az Orbán kormány. Hát helyébe lépett, a népszavazás intézménye létezik meg leszük, itt vannak a lehetőségek. De annak a, a gyakorlás. De létezik. Tehát, hogy nem a helyébe lépett, nem ez a pontos megfogalmazás, hanem. Hány népszavazás volt 2010 óta? Fú, hát Országos. nem tudom, vizsgáztatsz, most nem tudom. Egyetlen egy. Egy. Igen. A bevándorlás kérdésére. És? Azt is a kormány írta ki. Ha, oké, leszűkített értelemben, mert nehezebb elindítani és véghez venni egy ilyen folyamatot, de van a népszavazás intézménye is, és rendre egyébként, a nemzeti konzultáció eszközével élve politikai viták keletkeznek az országban egy adott kérdésről. Hívják de ezt. csak is a kormányzati szándékoknak megfelelően. De ne, ez hát nem Amikor igaz. például az olimpia kapcsán ő össze is gyűlt a megfelelő szám aláírás ahhoz, hogy egy helyi érdekű népszavazást lehessen Igen. összehozni, egész egyszerűen a Fidesz nem hagyta, hogy arról véleményt az emberek. Hát már ha jól tudom, nem lesz Budapesten olimpia, nem? De nem azért, mert az emberek így döntöttek, hanem azért, mert a Fidesz korrigált. Azért a Fidesz korrigált, igen. De hogy, honnan tudja, hogy korrigálni kellett? Lehetett volna ebben bármilyen hát. módon kiállni a véleményért, meghallgatni az embereket? Elvette azt a lehetőséget, hogy véleményt kívánhassunk arról, hogy akarunk-e olimpiát, vagy sem? Szerintem nem vette el a lehetőséget, mert hozott. Ha, ha, de ha hozott, ez a az micsoda, de hozott egy olyan politikai döntést, amivel a értelmét vette el annak a kérdésnek, hogy erről lehessen népszavazni, vagy nem. Mert nem kérdés. Nem lesz Budapesten olimpia. Én nem a kormányzati magatartás kifogásolnám ebben a kérdésben, hanem az álomgyilkosokat, akik ezt a folyamatot elindították, és ez szerintem egy, az miért gyilkosság, hogy szerették volna az emberek véleményt nyilván? Nem, nem azt szerették kérdésben. volna, hanem azt szerették volna, hogy ne legyen olimpia. Ők ezt akarták, de, de ezt, nem de ez nem úgy érték el, hogy azt kérték, hogy vonja vissza a kormányzat a törvényt, hanem azt, hogy lehessen róla egy népszavazás. Ha aztán majd döntött a nép, akkor annak megfelelően lehet támogatni vagy elengedni. Ők érdekes, hogy máshová tesszük a hangsúlyokat. Te például arra teszed a hangsúlyt, ha jól értem, hogy a kormány ugyan konzultál, de irányítja a válaszokat. Tehát valójában nem is igazából kérdezi meg az embereket, mert készen vannak a válaszok. És ezzel szemben én az, az ellenzéknek azt a magatartását kifogáslom, csak hogy partiban legyen a kormány ellenzék által kifogásolt magatartás, hogy egy dolgot tudnak mondani, hogy ne legyen. Oké. Okay. Gábor. Na. Hol van habanyárpád? Hogyhogy-hol? Nem értem a kérdést, hogy mire gondolsz, hogy hol van. Ez a kérdés, hol van habanyárpád? Nézd, ez egy olyan dolog, hogy nekem az Árpáddal személyes viszonyom van. És én egy olyan ember vagyok, aki be a személyes viszonylatokat el lehet földelni. Tehát, hogy sokféleképp... Hát el lehet földelni. Tehát, ez, hát azt jelenti, hogy a személyes viszonyaimat nem adom ki. Tehát, hogy sokféleképpen megkérdezheted ezt, hogy most hol van a Árpád, ha abból, abból a szempontból teszed fel a kérdést, hogy láthatólag, látható szereplője-e a politikai közéletnek, elemzésnek, stb., nyilván nem látod. Miért nem mondtad három mondatot arról, hogy hol van most Habony Árpád, mivel foglalkozik, dolgoztok-e együtt? Hát szerintem otthon van. Az hol van most jelenleg? Hát ez a, a magánügye szerintem politikával foglalkozik, és hogy... hogy a politikával foglalkozik? Hát ez az ő dolga szerintem. Őt, őt, kell megkérdezni erről a dologról. Bármikor el, megadod a számát? Hát, nyilván nem adom meg a ez hát számát. Ez ezt esetleg itt, és akkor bármikor interjúra várjuk. közvetítem én annyit neki, és szívesen várjuk az interjúra? Persze. Megteszed, hogy ezt megüzened neki? Persze. Ja. De hogy... hogy... Mondjak egyeneset is Árpeddel kapcsolatban, mert nyilván erre fut ki a játék, hogy mondjak valami egyeneset Árpeddel kapcsolatban. Árpaddal tényleg személyes viszonyom van, nagyon tisztelem őt, és azt is, amit tud. És hogy én egy kivételes helyzetben vagyok, nem csak a, az Árpád miatt, hanem hogy, hogy a felnőtt életem jelentős részét olyan emberek társaságában velük dolgozva tölthettem, akik valamit tudtak, ezért mondtam ezt a mester kérdést, akitől lehetett tanulni. És, hogy... jött az előtt felsorlásba? Miért kérdezted? kérdés nélkül is Hát igen, mert hogy mondja, azok más szférához tartoznak. Mit tanultál Habony Árpádtól? Hát, hogy például hülye kérdésekre ne válaszoljak. <laughs> hát nem, hát az a helyzet, én inkább magamról beszélek ebből a szempontból, hogy, hogy és nem csak Árpádról, hanem több olyan emberrel is volt szerencsém együtt gondolkodni, dolgozni, akikkel tényleg szerintem megtisztelő, hogyha a szertárkulcsot rám bízzák, hogyha egy foci hasonlatnál maradjunk. Tehát, hogy... hogy Mesteredő bizonyos szempontból? Hát persze, persze, persze. De hát ez, ez egy olyan dolog, már nem tudom, hogy mit fejtettem ki a mester tanítvány viszonyról, de hogy ez nem egy aszimmetrikus dolog. Tehát, ha egy tanítvány kijelenti a mesterről, hogy ő a mesterem, és ő meg azt mondja, hogy ki ez, akkor ez nem áll ez a viszony. Tehát inkább szerintem az a szerencsésebb, ha nem én beszélek a, az Árpádról, hanem ő beszél rólam, ő mond jókat rólam, hogyha adott esetben ez előfordul, akkor áll fenn ez a történet. És természetesen azért is nehéz nekem ilyen viszonyról beszélni, egy mester-tanítvány viszony, mert én egy Mélyebb absztrakció szinten gondolkozok erről, tehát mondtam talán, hogy hát aki a, tehát az, a, az a tanítvány, aki nem próbálja meggyilkolni a mestert, az nem tanítvány. Az a mester, aki nem fogadja el ezt tisztelettel, hogy a tanítvány erre képes, az meg nem mester. Tehát, hogy bizonyos értelemben meggyilkoltam a filozófiát, nem vagyok filozófus, meggyilkoltam a tudományt, nem vagyok tudós. Tehát ilyenek... A nyárpad megölésére mikor fogsz majd Hát ugye arról beszéltünk, hogy ez egy interjú a sorozatgyilkossal, de hát nézd meg az összes sorozatgyilkossal készült interjút. Hát most hát abban kiderülnek dolgok. Egyiket se követtem el. És akkor az utolsó. 2005-ben Lánci Tamással közösen alapítottatok egy szürke kardigán nevi díjat, amelyben ugye ti olyan politológusoknak adtatok adtátok át ezt a díjat, akiről úgy értétek, hogy a lengyel László örökségnek a, 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 hordozói, és ezt az örökséget úgy azonosítottátok be, hogy rendkívül fontoskodó, de folyamatosan mellélő a politikai értékítéletét illetően. 2010 után te melyik NER politikai véleményformának adnál egy ilyen díjat? Hát magamnak. Tehát szürke kardigán díjas, vagy mostantól azt mondjuk? Hát, hogyha magamnak adhatok díjat, hogyha sütbe vágtuk azt a sok mindent, amit te itt lefémesítette, akkor miért ne adhatnék magamnak ilyen díjat? Hát egyébként, ha tényleg komolyan veszük azt, hogy tanul az ember a saját hülyeségeiből is, és ki nem követett el hülyeséget, én is követtem el, meg mondtam is rengeteg hülyeséget, akkor az a szürke kardigán jó helyen lesz. Nálad. Nálam. Tehát akkor lengyel lászlóhoz. Ölőttél. Hát Nem, azért. 2021-es év végére? Ott nem tartunk. A közepére elejére, bocsánat. Ott nem tartunk. Az egy teljesen más felfogás, szerintem. De mint szimbólum, szerintem jó pofadi, és hogy arra figyelmezteti az embert, kár, hogy komolyan vették. Kicsivel több balázat kell ehhez a dologhoz. Mert ö, szerintem mindig mindenből lehet tanulni, meg mindenkitől, és hogy az ember nem tévedhetetlen, és hogy ez miért baj ez, hogyha ez figyelmeztet? Géfodor Gábor, friss, szürke, kardigándíjas politikai elemző. Azt ígértett, hogy a beszélgetés végén fogod majd dedikálni a kötetet, mert ő addig kitalálhat, hogy mit írsz vele. És ja. akkor ez most meg fog történjen meg, hogyha lehetséges. Azt írtam bele, hogy egy... Nem mondd el. De? Ha meg akarják nézni, akkor nézzenek -e az Instagram oldalunkra. Gábor, köszönöm szépen, köszönöm. hogy eljöttél hozzánk, és köszönöm szépen, hogy ilyen hosszan rendelkezésemre álltál. Én köszönöm a meghívást. Ez volt a beszélgetésem Géfodor Gáborral. Ha kíváncsi vagy a teljes interjúra, akkor vagy el a podcast oldalainkra, ahol korlátozás nélkül hangban meghallgathatod a teljes beszélgetést, vagy pedig fizess a parkizára a Patreon oldalunkon keresztül, ehhez a linket megtalálod a leírásban. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, használd a like, és a gombokat a vélemény kifejezéséhez, ha pedig bármilyen észrevételed, vagy véleményed lenne az elhangzottakról, akkor pedig várunk a komment szekcióban. Van még egy Facebook oldalunk, illetve egy Facebook csoportunk is, utóbbi a Partizán társalgó a címe, ezt különösen ajánlom, mert itt tudunk vitatkozni az éppen aktuális témákról. Ahogy már mondtam, van egy Instagram oldalunk is, Partizán politika a neve, azt is mindenképpen kövess, mert például akkor azt is megtudhatod, hogy mit ajánlott nekem, vagy milyen ajánlással ajánlotta a kötetét nekem G. Fodor Vannak más támogatási lehetőségek is, hogyha nem szeretnél előfizetni a Partizánra, van egy bankszállasszámunk, illetve egy Paypal elérhetőségünk is. Ezeket is használd, és ezúton is köszönjük, hogyha hozzájárulsz a működésünkhöz. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a figyelmed, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.